Szívlekvár, Körösi Zoltán regényének rádióváltozata. Első rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Tavasz volt, már nem tél és még nem nyár. Álmos reggel, amikor szűnni nem akaró csengetés ébresztette fel a lakást. Mint amikor kavicsot dobnak az imént még mozdulatlan, zöldülni kezdő vízbe. Az ingatag árnyékok és lebegő uszadékok a nem tudni honnan jövő buborékok közé. Nem is egy kavicsot, de mindjárt maréknyi fehér követ, s aztán többet is. Dobálóznak vége érhetetlenül, ökölnyi féltéglákat, vaskos szikladarabokat összekavarodnak a hullámok. Csak is a papa tudta így nyomni azt a nyomorult gombot, csak is ő. Hiába romlott el már évekkel korábban a harangjátékot utánzó dallamos csengőhang. Évekkel, de hogy évtizednél is több már, hogy nem hallatszott más, csupán rekett, folytott kattogás. Ez a csengő nem is csengő volt már, csupán egy gomb, ami a célját és az értelmét vesztette. Egy seb a lépcsőház kopott a svedlet falában. Kéznyomok és új lenyomatok őrzője, összekaristolt műanyag. A papa pedig az egyik kezével a bicikliére támaszkodott, és a másikkal addig nyomta a csengőgombot, míg valaki ajtót nyitott. A bal hóna alatt egy jókora, rémülten pislogó tyúkot tartott. Egy jól fejlett, világos barna tollazatú, rózsaszín tarajú házi tyúkot, aminek mellesleg roppant szakszerűen markolta össze a két lábát, hogy a biciklizés közben megkímélje magát a kellemetlen szárnycsapkodásoktól és karmolózó rugdosásoktól. Még egy máskülönben szelíd tyúk is veszettül tud rugdalózni, ha felidegesítik. Márpedig keresztül hajtani a városon egy biciklista hóna alá szorítva, felcaplatni a harmadik emeletre, és aztán hosszan csengetni egy berregő csengőn, bizonyos, hogy egyetlen élőlény számára sem lehet megnyugtató. Jó napot! Te vagy megint, papa? Tessék! Apa felé tologatta a tyúkot, majd a mackónadrágja farzsebében kutakodva egy kék-fehér nejlon zsinort bányászott ki, és azt is oda tartotta. Tessék! Apa becsukta az ajtót, és erős idegenkedéssel nézett a némi kíváncsisággal visszapislogó tyúkra. Ez egy tyúk. Kösd a lábánál fogva a konyhaasztalhoz. Apa, mi nem tartunk tyúkot a konyhában. Illetve ami azt illeti, máshol sem, és ami még jobban azt illeti, nem tartunk állatot. Az ember jószerével a magát se tartja már. A papa a tyúkot apa kezébe nyomta, és a madzagot, mint egy elegáns sálat, a fia nyakába vetette. Mi ebben a lakásban nem tartunk semmiféle állatot. Eddig nem tartottatok, de most már itt az ideje. Most már majd fogtok. Változnak az idők, mely annyit tesz, hogy sok mindennek eljött az ideje, mely eddig nem volt. Kell a tyúk és kell a tojás. Lehet síránkozni, lehet szomorkodni, oly mindegy. A lényeg a kikerülhetetlen változás, és persze az alkalmazkodás. Az ember a legalkalmazkodóbb állat. Meg annyit is tesz, hogy sok idő van, tekintve, hogy az idő lényege éppen a változás. És azt is, hogy nem tudhatod, melyikből melyikbe lépsz bele. Persze, kétszer ugyanabba sohasem, ez nem is kérdés. Ellenben eldönthetetlen, hogy a múlt felől törekszel a jelenen át a jövő felé, avagy a jövőből csurogsz reménytelenül a jelenen át a múltba. Tessék! De ne kösd szorosra, hogy járkálhasson egy kicsit. Egy kicsi járkálás azért mindenkinek kell. Legfeljebb újra és újra visszarántja a lábára tett kötél. Azzal a papa úgy tett, mint aki septében megtörli a cipőjét, mégiscsak vendégségbe érkezett. Tessék-lássék, végighúzta a talpát a küszöbön, jó napot, az élet vendége vagyok, belépett a szobába, és ott hagyta mind a hármójukat, a tyúkot, a biciklit és apát. Bemegyek a Sándorkához, az én unokámhoz.
A család legifjabb sarja, 5. Magyar Sándor, vagyis a családban használt nevén Sándorka, a szobájában az ágyán feküdt. Sándorka pihent, mert pihennie kellett. Sándorka ugyanis szeptemberben az első tanév kezdetekor még a legutolsó volt az osztály torna sorában. Sándorka, a 8 éves fiú. A doktornő, amikor a kötelező iskolaorvosi vizsgálaton meghallgatta Sándorka szívverését, előbb kivette a füléből a stetoszkópot, gyanakodva piszkálgatta a műszert, majd újra a kisfiú mellkasára tapasztotta a korongot. Hát ez hogyan? El voltán dugulva eddig a fülhallgató? A világ, mint piszok, felrakódik egy membránon. Hát hogy nem vettem ezt észre eddig? Vagy ha felrakódott, akkor hová tűnt hirtelen? Mitől javult meg egyszeriben? Ott bent, a bordák kosarában úgy dobogott az a szív, mintha egy egész zenekarnyi üsdob üzenne nyugalmas, ám roppant hangos ritmusokat. Nem kell félni. Nem félek. A papa segít. Álmos barna szemmel nézett le a doktornőre, és mosolygott. Mire a beutalókkal irányított és szükségesnek ítélt vizsgálatokat mind elvégezték, Sándorka megint nőtt néhány centit. Megint és megint. Kézről kézre adták a vizsgálatokban. Hallgatgatták, mérték. A jelentésben az állt, hogy a fiú makkegészséges, csupán a szíve, az a máskülönben teljesen átlagos és szabályszerű szíve sokkal nagyobb. Nagyobb, mint egy gyereké. Sőt, nagyobb, mint egy felnőtt férfié. És hogy a hirtelen támadt, s a jelek szerint véget érni nem is akaró növekedésnek is az a magyarázata, hogy a teste mérete megpróbálja utolérni azt az aránytalanul nagyra nőtt szívet. Vagyis, hogy nem utolérni, hanem inkább helyet adni neki, körbevenni, alkalmazkodni. De mi az, hogy aránytalanul nagy? Nem kell félni. Félünk. A kisfiú addig fog nőni, amíg a szíve úgy akarja. De doktornő, lehet egy szívnek külön akarata. Kedves anyuka, mindennek van akarata. Legfeljebb nem vagyunk képesek arra, hogy meghalljuk. Ez itt most meglehetősen erőteljesen ad hírt magáról. Anyuka, ne aggódjanak. Betegségről szó sincsen. Csupán szokatlan ez az eset egy kicsit. Vagyis nagyon. Nagyon. Ez az eset a mi kisfiunk, illetve nagyfiunk. Aludjon, egyen és pihenjen sokat. Az jót tesz az ilyen esetekben. Miért? Maga látott már ilyen esetet? Azt nem mondanám. De hogy az alvás jót tesz, az bizonyos. Az alvás mindig jót tesz. Szilveszterre Sándorka kinőtte az ágyát, mely pedig alig egy éve került a lakásba az IKEA-ból. Remek fiókos ágy volt, és amikor megvették, kétségkívül úgy tervezték, hogy legalább az érettségi idejéig jó szolgálatot tehet. Apa hosszas gondolkodás után egy mesterembert fogadott. Egy kényelmes és immár a faltól a szemközti falig érő ágyat szerkesztett. Leszerelte az addigi gyerekágy egyik végét, majd deszkák és lécek segítségével jócskán megnyújtotta a fekvőhelyet, melyen Sándorka nyugodtan kinyújtózhatott. Végre! Apa és anya hagyták is reggelente addig aludni, amíg csak jól esett neki. Mégiscsak iskolai szünet volna, vagy mi az össz. Óvatoskodtak az ajtókkal, lehalkítva, fülelve hallgatták a rádiót, rápisszegtek a vízforralóra, összeráncolták a homlokukat, ha egy autó ment el az utcán a ház előtt. Aludjon sokat, a pihenés jót tehet. Hát ez történt. Vagyis az történt, hogy a doktornő nem tudhatta, hogy a papa, aki az iskolai év kezdetéig, szeptemberig inkább csak elvétve ritkán jelent meg náluk, akkoriban október táján kezdett gyakrabban becsengetni. Milyen pici ez a gyerek! Biztosan az utolsó a tornasorban. Nem pici, csak még nem indult meg a növése. Beszélgetek majd vele. Beszélgetni? Miről? Úgy általában az életről. Az életről minek? Majd attól nőni kezd. A beszélgetéstől, papa? A meséléstől. Aki az életről hall, az nem maradhat változatlan. Ezt mindenki tudja. És ha megfelelő történeteket mondok el neki, majd meglátjátok, nőni fog az a gyerek. Ki mondta magának ezt a marhaságot? Ez hülyeség, papa. Na, hülyeség, de csak annak van értelme. Kicsi fiam.
Itt nálunk a mese az egyetlen valóság. Vagy ha nem is a valóság, de a méltó élet. Viszont azt, hogy Sándorka növekedésnek indult, nem lehetett kétségbe vonni. Akár a szíve akarta, akár a történetek, napról napra magasabb lett. És karácsonyig a papa hol reggelente csöngetett be, hol délután, az iskolaidő végével érkezett, hol meglefekvéskor nézett fel. Egyenesen Sándorkához sietett, és néhány napi mesélés után már is az első dolga volt, hogy az ajtóhoz állította a fiút. Egy vonalzót illesztett a feje búbjára, bejelölte az ajtó félfánál az aktuális magasságát, sőt, ceruzával mindig a legújabb vonalka mellé írta az aznapi dátumot és az eredményt is. Mint a létrafokok, bizonyám, teljesen létrafokok. Az persze kérdés, hogy a létra felső vége hová is van támasztva, miféle kiszögellést tartja meg, és pláne, hogy miféle angyalok mászkálnának rajta. És az angyalok még csak hagyján, ahogy fáradt arccal törődötten menetelnek. De mi? Meddig kapaszkodhatunk fel? Vagyis, hogy alattam a föld, felettem az ég, s a kettő között én vagyok a létra. Fel, a fénybe! És micsoda fénybe? Micsoda fénybe? Papa, az angyalok nem méregetnek. Nem? Hát ki mondta ezt neked? Az angyalok egyik legfontosabb feladata éppen a mérés. Bizony. Az angyalok küldetése folytonosan szem előtt tartani a világ állapotát. Ha kell, akkor szemmel, ha más kell, akkor mérő létszel. Ezért járják az utcákat, és méricskélnek folyamatosan. Gondolj csak el, mennyi utca, mennyi ház, mennyi ember. Nem csoda, ha belefáradnak még ők is néha, szegények. Lóg rajtuk a hosszú ballonkabát. Nem elég nekik a szárnyuk súlya, ott van ráadásnak az emberek gondja is. Én még nem láttam angyalt, papa. Vagy éppen láttál, csak nem vetted észre. Az emberek bele is bolondulnának, ha mindent észrevennének. Tudod? Tudod, kicsi unokám, 1968 előtt a papa még egyáltalán nem tudott biciklizni. Most magadról beszélsz? Persze. És miért úgy beszélsz, mintha nem is te lennél? Mert az illik a történethez. Jegyezd meg. Nem a személyek keresik meg a hozzájuk való történeteket, hanem mindig is a történetek választják ki a nekik megfelelő hősöket. Ami azt is jelenti, hogy sok-sok történet van, keringenek és leskelődnek körülöttünk, ám csak kevés hőst lelhetnek fel. Értem, papa, értem. Pedig csak rámondta ám, egyáltalán nem értette. Nem illik kinevetni, ha egy felnőtt mond valamit. A felnőtteket, az öregeket tisztelni kell. Na jó, csak figyelj! Ennek a lánynak soha nem lesz gyereke? Nekem ne lenne gyerekem. 3. Vagy 5 is. Meg kutya is. Mert vagy cirkuszban fogok dolgozni, állatszelídítő leszek, vagy talán tanár. Igen, a cirkusz az majdnem biztos. A férjem meg a gyerekeim pedig majd ott ülnek az első sorban és tapsolnak. Luda, te csak tanulj! Anya odaállította a nagy fakeretes álló tükör elé. Felkapcsolta a nagy villanyt is, hogy jól lássák magukat. Megfogta a vállát, és lehajolt hozzá. A hajuk egymáshoz simult. 2 arc és 1 tükör. Látta anya fekete vadhaját a saját barnasága mellett. A 2 copfja pillangós masnikkal most nem röpködött, nem ám, hanem megnyugodott. Anya hátra csatolt haja mellett. Látta a szürke szemét a saját barna szeme mellett. Látta, hogy mosolyog, mert szereti. Megszorította a vállát. Te csak tanulj, te csúfocska, mert a szépségeddel soha nem viszed semmire. Anya mosolygott.
a tükörben, és ettől Ludának is mosolyognia kellett. Apuska matematikus volt. Ő mondta így magáról, hogy Borisz Mihajlovics matematikus. Ez volt az ő címe és rangja. Nem a katonai rangját emlegette, helyette erre volt büszke. Matematikus. Az nem csak egy olyan valaki, aki matematikát tanult, vagy éppen matematikusként dolgozik, hanem olyan, aki a világ szerkezetére kíváncsi. A világ állapotát akarja felmérni. Csak a megfelelő vonalzó és a szükséges idő kell hozzá. Az elszállás megvan. Apuska mindig, ha magyarázott, felemelte a mutató ujját. A matematikus két kérdése, a miért és a hogyan. Ez a két kíváncsiság van folytonosan vele, összekapaszkodnak. Az egyik kérdés húzza a másikat, s a másik lögdösi előre az egyiket. A lélek képes lehet arra, hogy elképzelje önmagát test nélkül, de egy test soha nem gondolhat úgy magára, hogy nincsen benne lélek. Figyelek, apuska! Apuska egy nagyon-nagyon régi arisztokrata családból származott, apai ágon egyenesen a bojárok rendjéből. Az ő kiváltságuk volt, hogy hajdan megválaszthatták a nagyhercegeket és a cárokat. Apuskáik igazi orosz arisztokrata nevelést kaptak, nyelveket tanultak és zenét, vendégségekbe jártak és a rokonoknál időztek. Úgy éltek, mintha körülöttük senki nem vette volna észre, hogy milyen fülsiketítő recsegéssel és ropogással omladozik a cári birodalom. Úgy éltek, ahogy a szüleik és nagyszüleik, dédszüleik is élhettek, kiszakadva az időből és kiszakadva a körülöttük vészjóslóan változó világból. Még az is lehet, nem is vette észre a közelgő világ végét senki. 1914-ben, amikor kitört a háború, apuska 18 éves lett. Behívták őt is katonának, és mint egyetemista arisztokrata tiszt lett belőle. Hamarosan kivezényelték a frontra is, ahol Tuhacsevszki, a későbbi híres marssal mellé kapott beosztást. Apuska a fronton Szent György keresztet is kapott, pedig azt többnyire csak a közkatonáknak adták, kifejezetten a közvetlen harcvonalban tanúsított bátorságukért. Amikor a nagy októberi forradalom után feloszlatták apuska ezredét, csatlakoztak a bolsevikokhoz. Apuska ugyan a fordulattól nem lett bolsevik, maradt, aki volt. Más kérdés, hogy valamennyire hitt is az új rendszer eszményeiben, de legalábbis abban, hogy az elrohadt cári birodalomnak már el kellett pusztulnia. Tulajdonképpen az arisztokrata ifjúsága ellenére azért ment az egyetemre is, mármint a matematika szeretetén túl, mert megértette, hogy a kétes jövőjű birtok és a fényes nemesi múlt nemigen biztosíthat majd megélhetést, ellentétben a tudással, melyet soha és senki nem vehet el az embertől. Mármint ahogyan ő azt elképzelte akkoriban az emberről és a tudásról. Azt, hogy az új élet új tudást és új szokásokat követel, egyébként nem csak ő ismerte fel, de a nővére is emiatt ment el tanári diplomát szerezni a Szentpétervári Egyetemre. A forradalom kitörésekor nagyanyának és apuska nővérének ki kellett költözniük a városi palotából is, és egy szentpétervári társbérletben utaltak ki nekik két szobát. Oda persze nem vihették magukkal a bútorokat, képeket és tárgyakat. Apuska nővére mentett át titokban néhány ruhát és tárgyat az egykori vagyomból, gondolva arra is, hogy az öccsének, ha vége lesz a háborúnak, legyen mit felvennie. Jól is tette. Apuska a frontról már oda, abba a társbérletbe érkezett haza. Onnan ment el a Moszkvai Egyetemre, és soha nem is tette be a lábát többé az egykori palotájukba. Ami az iskolázottságot illeti, apuska szeretett tanulni, mint ahogyan Moszkvában lenni is.
hol az esti tanórákon ült, hol gyalogosan járta a várost, figyelte az új életet. Az igazság nem mindig vonzó arcait, s próbálta megtalálni a nagy átalakulások közepette nem csak a saját útját, de a család biztonságát is. Egyik sem volt egyszerű. Apuska egyébként a katonai akadémián olyannyira komolyan vette a tanulást, s olyan kiemelkedő volt a matematikai tudása, hogy már az utolsó szemeszter idején felajánlották neki, maradjon tanítani a frissen megalakított katonai műszaki egyetemen. Sőt, azonnal tanszékvezetői megbízást kapott a matematika tanszéken, és felkérést arra, hogy tanulmányozza és dolgozza ki, mi volna a teendő a szovjet iparral és hadiiparral, ha az országot egy külső támadás érné? Szinte csodaszámba ment, hogy apuska váratlanul saját lakást kapott a katonai akadémiától a moszkvai belvárosban, a Ruszakovszkaja utcában. Két szobás, kényelmes lakás volt, mindenfajta társbérlő nélkül, ahová Pétervárról azonnal átköltöztethette a nővérét és nagyanyát is. Onnantól újra együtt volt a család. Apuska reggel korán kelt, megitte a teáját, amit a nővére készített el, és aztán fogta a barna borjú bőrtáskáját, és elment az egyetemre. A nővére pedig egy közeli alapiskolába járt tanítani. Hiába tette volna alkalmassá a képesítése gimnáziumi oktatásra, csak ott talált magának munkát. Ezt is lehet majd folytatni legközelebb. Elhangzott Szívlekvár, Kőrösi Zoltán regényének rádióváltozata. Első rész. Szereplők. Narrátor Epres Attila. Papa Hegedűs D. Géza. Luda Bozó Andrea. Apa Újvári Zoltán. Doktornő Fekete Györgyi. Sándorka Ágoston Péter. Anya Tímár Éva. Dása Takács Katalin. Apuska Kaszás Gergő. A felvételt Drobek Attila készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Percel Ennikő. Rendezte Csizmadi Tibor. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szívlekvár. Kőrösi Zoltán regényének rádióváltozata. Második rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Előfordult az is, hogy a papa hajnaltájt titokban lopódzott be Sándorka szobájába, s mire a család reménysége felébredt, már buzgón méregette őt a kihúzható rugós mérőszalagjával. Szia, papa! Kisunokám, nőni kell, a méret a lényeg, a mese és a méret. Tudod-e, mi a legszebb a mi országunkban? Tudod-e, mit adott a nagyvilágnak ez a kicsi Magyarország? Máskor miért szoktál csengetni, ha ilyenkor a kulcsoddal jössz be? A papa leült a fotelba, és kényelmesen felrakta a lábát az unokája íróasztalának tetejére. Halkan beszélt, hogy a fiát és a menyét ne ébressze fel. A Kárpát-medence ezt a két tagadhatatlan eredményt adta a világnak. Az ételek savanyításának kivételes művészetét, és a déli buja asszonyok, az omlatak szláv szépségek, a szilaj
keleti nők, a kitartó német házastársak és a felszín alatt vulkánként fortyogó zsidó szépségek összekeveredését, és hozzájuk, mert hát ez volt az alap, ne feledjük a széles járomcsontú ázsiaiakat. A mandulavágású szemeket, a bőr bársonyos barnaságát. Tudod, kisunokám, kunok és rácok, svábok és galíciaiak, tótok és sógorok. Nem tudom, papa. Hát én tudom. A legjobb az lesz, ha elmesélem neked ezt a történetet is. Jaj, akkor ez egy másik történet lesz, papa? Másik is, meg ugyanaz is. Te csak figyelj! Apuska minél inkább elmerült a matematika kérdéseiben, annál boldogabbnak érezte magát, és ennél fogva annál nehezebben viselte a két asszony, nagyanya és lánya büszkeségtől és kétségbeeséstől sápadt, némán is szemrehányó arcát, s mindent elsöprő vak imádatát. Az 1926-os esztendő eleje volt, kemény, sok havat hullató tél. Apuska magas, szőkés hajú, kékszemű férfi volt. Mindig körül rajongták a nők. Így történt ez egy születésnapi összejövetelen is. Csak hamar egyetlen lány kötötte le a figyelmét. Dása, egy egzotikus külsejű, fekete hajú, alig 21 éves egyetemista, aki a Sztálin Egyetem acélintézetében mérnökséget tanult. Megismerkedtek, az éjszakában nyúlóan beszélgettek, s akkortól nem volt már olyan nap, hogy ne találkoztak volna. Dása igazi paraszt családból származott. 12 évesen árván maradt. Amikor Moszkvába került, munkanélküli lett, és minden nap sorba kellett állnia a közvetítőhivatalban, remélve, hogy találnak neki való feladatot. Végül takarítónak osztották be egy moszkvai orvosi kutatóintézetbe. Ágybérlete volt, egy férjet vesztett a gyerekeit maganevelő asszony aprócska lakásában. Az intézet egyik laboratóriumának vezetője volt Anya Kaminskaya, egy nagyhírű orvos család tagja. Amikor kiderült, hogy Dásának nincs hol laknia, Anya megbeszélte a családjával, hogy Dása belátható ideig náluk fog élni. Így költözött be a parasztlány a Tverszkajára, egy 10 szobás hajdani nagypolgári lakásba. Anya addig-addig biztatta az iskola folytatására, a továbbtanulásra Dását, míg ő kitalálta magának, hogy fémipari mérnök lesz. A második évfolyamot végezte már, mikor bekövetkezett az a végzetes születésnapi este, ahol találkozott Borisz Mihajlovicssal, azaz apuskával. A koncertek, séták és nagy beszélgetések hamar elhozták az elhatározásukat, hogy összeházasodnak. Olyannyira hamar, hogy Dása mindössze egyszer találkozott apuska anyjával és nővérével, és az akkori meglepett tartózkodásukat, szűkszavúságukat az ismerkedés okozta kényelmetlenségnek tudta be. A gyors polgári esküvőn Anya Kaminskaya és egy laborasszisztens voltak a tanúk. Aznap már mint féri és feleség költöztek be együtt apuska szobájába, a Ruszakovszkaja utcába, a 6. emeleti lakásba. Addig rót fürdőszoba is volt, apuskáik a konyhából nyíló kamrát alakítatták át. Apuska és Dása nagy szerelme csupán rövid ideig fedhette el azt a néma, izzó gyűlöletet, amivel a friss asszonyt nagyanya, a hajdali Schillingbárónő és a lánya apuska nővére fogadta. Már azt is képtelenek lettek volna megemészteni, hogy a mindeneknél jobban imádott Borisuk egy vad és kiszámíthatatlan fekete hajú nőt tudott megszeretni. De hogy miként köthetett házasságot egy nincstelen és rokonok nélküli, iskolázatlan és származását tekintve szégyenletes parasztlánnyal, azt különösen nagyanya olyan tragédiának tartotta, amiről még beszélni is irtózott. Attól a pillanattól kezdve, hogy Dása beköltözött a férje szobájába,
Nagyanya és apuska nővére soha egyetlen egy szót se váltottak vele. A konyhában úgy kerülték ki, mintha egy kellemetlen szagú, megtűrt cseléd bukkant volna váratlanul elébük. Nem kérdezték és nem nézték, mit eszik, mit iszik, nem törődtek azzal, mikor kell, mikor fekszik, örül vagy szomorú, mint a levegő. Csak átnézni rajta. Viszont folyton biztatták apuskát, menjen el, éljen társasági életet, érezze jól magát, ismerkedjen hozzáillő emberekkel. Fiatal és tehetséges vagy, Boris. Menj, éld az életed! Dása tulajdonképpen egészen sokáig nem is akarta elhinni, hogy a sok megaláztatás mind vele történik. A megaláztatás aztán Dása legrosszabb vonásait hozta elő. A kevésségre keménységgel felelt. Már kislánykora óta hirtelen haragú, könnyen dübeguruló természetű volt. Mikor jön már haza, Boris? Két dolog tartotta benne a lelket csupán. Az egyetem, ahol nap mint nap hallhatta, hogy az acélcsatában ő lesz az egyik harcos, aki megküzd az országért és a nép jövőjéért. És a vak, lobogó szerelem, amit a férje iránt érzett. Igen. Apuskát mindenkinél és mindennél jobban szerette. Nem mondta, mikor jön? Egyszer azt olvastam egy versben, hogy a szerelem, az igaz szerelem nem más, mint hogy egy lélek két testbe költözik. Két ember, aki addig nem is ismerte egymást, onnantól pedig úgy élnek, hogy érzik egymás testét, gondolják egymás gondolatát. De akkor hogyan lehet az, hogy az én lelkem másik fele nem érti meg. Micsoda szenvedést vagyok kénytelen elviselni itt ebben a lakásban. Akkor hol van most az én lelkem másik fele? Csak az éjszakák voltak abban a lakásban boldogok, amikor csöndesen, nagyon csöndesen, összeharapott szájjal, hogy egy hang se hatoljon ki a bezárt ajtó túloldalára, összefonódtak a keskeny ágyon úgy, hogy a lehető legtöbb felületen érjen egymáshoz a testük. Ez volt az ő legnagyobb titkuk, ez a mozdulatlanság, amikor érezték egymás vérének lüktetését, szívdobbanásait és lélegzetét. Két test, és talán a lélek se kell, mint a növények vagy a kövek, mozdulatlanul és elmozdíthatatlanul. Az 1927-es esztendőben házasodtak össze. Egy év sem telt el, mire Dása teherbe esett. Úgy viselte a terhességét, mintha nem is lett volna. Az utolsó pillanatig bejárt az egyetemre. Sorban állt a kenyeresnél, gyalogolt egyedül haza. Este tanult, és amikor apuska megjött, a hátával simult a férfihez, úgy aludtak el. Apuska tenyere Dása domborodó hasán nyugodott. A szülő otthonba ketten mentek be, gyalogosan, pedig akkor már egészen gyakorian jöttek Dására a fájások. A fityulás bába asszony egy kisebb kórterembe fektette, mondván úgy sem sokáig maradott. Mégis 3 napig vajúdott a szülés előtt, fájdalomcsillapítási segítség nélkül. A 3 nap alatt a családjából senki se látogatta meg. Senki nem fogta a kezét, senki nem adott neki egy pohár vizet. Nem ment be hozzá Boris sem. A többi szülőasszonynak volt csupán gondja rá, ők igazították meg a párnáját, visszatakargatták, ha a gyötrődésben lerúgta magáról a takarót, s ők szóltak többször is az orvosnak, azt gondolva, hogy akkor már tényleg elérkezett a szülés ideje. 1929-ben Dása 24 éves volt, amikor a lánya, Luda, megszületett. Otthon Boris az ágyuk mellé állította a rácsos kiságyat, melyet egy ismerősüktől kaptak. Dása már 4 hét múltán visszament az egyetemre. Mindenáron be akarta fejezni az utolsó szemesztert. Az előadások között járt haza szoptatni. Addig nagyanya vigyázott a csecsemőre. Ez volt az a néhány hónap, amikor úgy tűnt, a család megszaporodása végre békét is teremthet a hajdani bárónők és a parasztlány között.
A gyerek gondozásának mindent felülmúló feladata kénytelen kelletlen rábírta őket, hogy előbb csak együttműködjenek, majd néha beszélgessenek is, legalábbis ami a legfontosabbakat illeti. Apuska boldog volt ettől a változástól. Láthatóan bízott abban, hogy minden a lehető legjobb úton halad. A kislány szépen növekszik, az asszonyok együtt látják el a háztartást és a gondozást. Dása rövidesen befejezi az egyetemet, mérnök lesz, ő pedig reggelente elégedetten siethet be az akadémiára. Talán éppen ez volt a baj, hogy apuska annyira bízott ebben a boldogságban. Az, hogy soha nem lett volna képes választani az anyja a nővére és Dása közül. Az 1931-es év tavasza volt, és akkorra apuska már teljesen visszaszokott a korábbi életéhez. Alig akadt olyan este, hogy nem ment volna el valami társaságba. Szívesen és színesen magyarázott. Szerette, ha körbevették a tanítványok, akár az egyetemiek, akár az alkalmi csillogó szemű hallgatók. Dása viszont soha nem tudta, mikor ér haza a férje. A szobai kislámpa mellett ült, nézte a kiságyban alvó lányát, és várakozott. Mikor ér haza, Boris? Majd jön, amikor jön. Dolga van. Milyen dolga? Valami ünnep van az akadémián. Egy ilyen fontos embernek mindig van dolga. Késő este volt már, mikor apuska hazaért. Dása azonnal már az előszobában meglátta a dísz egyenruha fehér zakója gallérián a nagy, vörös rúzsfoltot. Mint egy seb, mint egy letörölhetetlen anyajegy egy arcon. Nem is szólt, nem is kérdezett semmit, mert akkor már nem bírta tovább. Ott, abban az éjszakában összepakolta egy kis bőröndbe a kevés holmiát, és neki indult a városnak, az éjszakának. Ment anyjáékhoz, Kaminszkájékhoz, vissza a Tverszkaja utcába. Ott hagyott mindent. Ott hagyta a férjét, az anyósát, a sógornőjét, ott hagyta a nem törődömségüket, a hidegségüket, ott hagyta a kevésségüket, ott hagyta a gyerekét, az alig másfél éves kislányát, ott hagyta a sárga fényű kislámpát, a hitvesi ágyat, ott hagyta a szerelmét és az elképzelt életét. Ott hagyott mindent, csak a haragját vitte magával. Kár, hogy bármerre megy az ember, mindig viszi magát. Luda apuskáék lakásában, a Ruszakovszkaja utcában volt kisgyerek. Ott tanult meg járni, beszélni. Ott mondta először azt, hogy apa, anya. Mi a baj, nagymama? A nagymama nem a lencse főzelék miatt sír. A nagymamának két oka is van a szomorúságra. Az egyik az, hogy folyton neki kell főznie, hiszen nincsen már olyan szolgálója, aki megcsinálná helyette. A másik az, hogy sokszor lencsét kell főznie, pedig hajdanában azt se tudta, mi az, és legfeljebb csak a szolgálói ettek effélét, vagy még azok sem. Luda anyját, Dását, Kaminszkijék nem csak befogadták újra, hanem kigondolták, hogy a nagy csalódás után majd ők keresnek neki egy másik férjet. Csak hogy Dása semmiképpen nem akart elválni apuskától. Úgy mondta, miért hagyná el azt, aki számára a legfontosabb? Miért válna el attól, akit mindennél jobban szeret? De Kaminszkijék azért csak addig győzködték Dását, míg bemutattak neki egy Zimmermann nevű külügyi szolgálatot teljesítő férfit. Zimmermann azonnal bele is szerelmesedett Dásába. Addig-addig ostromolt, amíg ő, bár nem szerette szerelemmel azt a férfit, engedett a rábeszélésnek és hozzá költözött. De a válás ügyéről sem akkor, sem később nem akart beszélni, hiába kérte ő Zimmermann többször is feleségül. Luda 4 éves volt már, mikor újra látta az anyját. Dása elment a Ruszakovszkaja utcába, és kijelentette, hogy elviszi a lányát. Egy 4 éves kislánynak az anyja mellett a helye.
Apuska nem volt otthon. Nagyanya és Dása álltak egymással szemben a szoba két oldalán. Luda csak nézte azt a fekete hajú, elegánsan öltözött idegen asszonyt, aki egy gyönyörű, hosszú hajú babát tartott a kezében. Azt nyújtotta felé. Nem akarok vele menni. Itthon akarok maradni. Nem kell a baba se, nem kell semmi. Csak hadd maradjak itthon. Nagymama, ne engedd, hogy elvigyenek, ne engedd, hogy elvigyenek. Értem, nem sírsz, nagymama, amikor a főzeléket megsiratod. Zimmermann három szobás lakásában Luda külön saját szobát kapott. Hatalmas kétszárnyú ablakkal, melyen egész délelőtt ömlött be a fény. Dása az ágya közepére ültette a hosszú hajú babát. Mostantól folyton veled leszek, és a babád is. El nem válunk egymástól sohasem. Azt a férfit pedig, aki este hazajön, szólítsad Josa bácsinak. Josa bácsi, anya. Ludának másnap korán kellett kelnie, az anyja elvitte a gyáruk óvodájába. Kertes, sok teremből álló épület volt, bentlakásos óvoda, ami azt jelentette, hogy a gyerekek nagyobb része este hazament a szüleihez, néhányan viszont ott maradtak az egész hétre. Köztük Luda is, hiszen az anyja csak szombat-vasárnap ment érte. Luda tehát bentlakó lett az óvodában. Más ugyanis nem mehetett érte. Dása kategorikusan megtiltotta, hogy apuska vagy a nagyanyja meglátogassa a lányát. Még szerencse volt, hogy Luda nem nagyon bánta ezt akkor már, mert szerette az óvodát nagyon. Szerette, hogy olyan sokan vannak, egyforma volt minden ruha, még a papucsok is. Szerette, hogy soha nincsen egyedül, mindig körülvették a többiek, ha játszottak, ha lefeküdtek, ha felkeltek, ha ettek, mindig együtt csináltak mindent. Itt nem volt vita, hogy ki kinek a gyereke, kinek ki az anyja, hiszen csak ők voltak a gyerekek és a gondozónők. Luda szerette az asszonyok fehér köpenyét, a keményítő illatát a ruhájukon. Szeretett segíteni a terítésben és az elpakolásban, szeretett énekelni és társas játékozni, szerette az építőkockákat és a babákat. Szerette, ha az udvaron fogócskáztak, és azt is, ha körjátékot játszottak. Szerette, ha megdícsérték, és ha megsimogatták. Szerette, amikor a télapó ünnepére készültek, és azt is, ha a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójára rajzoltak vörös csillagokat, és szélfúgta zászlókat. Szerette Sztálin születésnapját, és a hétköznapokat is, hiszen megtanulta, hogy az övék a jövő. Nekik épül az ország. És ehhez a legjobb, amit tehet, ha szeretettel figyel az óvónők szavára. Csak a délutáni alvást nem szerette, és a csukamáj olajat ki nem állhatta. November 7-e volt. Lobogott a vörös zászló az óvoda zászlórúdján is. Ludáék sorban álltak az udvaron a kertben, és neki ki kellett lépni a többiek elé, a zászlórúd mellé, mely a színpadnak számított, hogy elmondja a verset, melyet az óvónő adott az ünnepére. Éppen elkezdte az első sorokat. Éjjel-nappal szólt az ágyú, annyi vér hullott a hóra, mikor odakint, a kerítésen túl, meglátta apuskát. Ott állt, és őt nézte. Nem mehetett közelebb, nem is szólhatott hozzá, csak nézte, és a válla megrázkódott. Vérpiros lett azóta a szovjet nép lobogója. Nem látta apuskát, akkor legalább egy éve már. Josa bácsi, vagyis Zimmermann, a külügyi alkalmazott, valóban szerelmes volt Dásába, és ez a szerelem nemhogy elmúlt volna, de erősödött, s vele erősödött Josa bácsi akarata is, hogy Dása szüljön neki gyereket. Csak hogy Dása, aki szeretni ugyan képes volt, de szerelemmel soha nem szerette azt a férfit, erről hallani sem akart. A vitáik egyre gyakoribbá váltak, veszekedések ki, hangos szóváltásokká változtak, olyannyira, hogy Luda még éjszakánként is felébredt a kiabálásukra.
fogta a hosszúhajú babáját, állt a szobájuk üveges ajtaja előtt, állt mozdulatlanul, és mintha valami különös báb előadást látott volna, nézte az odabenti gyér fényből áttűnő árnyékokat. Végül már folyton csak marták egymást. Az egyik azért, hogy szerelmet és családot kapjon, a másik pedig azért, mert nem léphetett ki önmagából, és nem adhatta meg azt, amit nem érezhetett a magáénak. Minél inkább szeretni és birtokolni akarta volna Dását Zimmermann, ő annál inkább ki akart térni ebből az ölelésből, és ahogy távolodott, azt egyre inkább érezte a férfi, és egyre kétségbe esett ebben kapaszkodott belé. Hiába, ha akarta is valaha, szerelemmel nem tudta szeretni Zimmermannt. A férfi minden kísérleti, hogy végleg magához kösse az asszony, csak közelebb hozta a különválásukat. S közben meg annyira szerette, hogy még akkor, az elválásukkor is gondoskodott róla és a lányáról, hiszen még a lakását is feláldozta érte, ő kisebbe költözött. Elcserélték a háromszobás lakást, és különváltak. Dása kapott egy szobát egy társbérletben, a Szadovoje Kalcón, egy hatalmas házban, a 8. emeleten, egy 8-szobás lakásban, ahol velük együtt 36-an éltek. Ezt is lehet majd folytatni legközelebb. Elhangzott Szívlekvár, Kőrösi Zoltán regényének rádióváltozata. Második rész. Szereplők. Narrátor Epres Attila, Sándorka Ágoston Péter, Luda Bozó Andrea, Papa Hegedűs D. Géza, Nagyanya Témár Éva, Apuska Kaszás Gergő, Dása Takács Katalin. A felvételt Drobek Attila készítette, zenei szerkesztő Hortobágyi László, dramaturg Percelennikő, rendezte Csizmadia Tibor. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szívlekvár, Kőrösi Zoltán regényének rádióváltozata. Harmadik rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szervusz. Szervusz. Itt van? Itt van. Mesél? Mesél. Folyton mesél. Reggel is, este is. Ezeknek egy nagy mese az egész. Még ezeknek? Hát nekik. Valamit csak kellene tenni már, nem? Tenni? De. Hát vagyis nem. Hát én nem tudom. Akkor tegyél. Nem épp ott én. Te vagy a férfi. Különben is a te apád. Uh-huh. A végén már el se fog férni Sándorka a szobájában, ha nem hagyja abba. De miért pont én? Miért pont én? Hogy mennyit tud szarni egy ilyen tyúk? Még akkor is aránylag keveset eszik. Papa azt ígérte, hogy minden napra tojni fog legalább egy tojást. A konyhai asztal lába körül világosan kirajzolódott a kör, ameddig a tyúkot a madzag mozogni engedte. Egy megsötétült, tyúkszaros kör. Egy saját tyúkország a konyhán belül.
Pedig reggelente anya a partvissal húzogatta össze onnan a szemetet, persze nagyon vigyázva, hogy ne ingerelje fel az állatot, és arra is, hogy ne érjen a tollaihoz. Azt senki nem bírja elviselni, azokat a fényes, puha tollakat. Azokat a nem is látható apró horgonyokat. Az aranykarikás buta szemeket. A csőr mesztelen csontját. Miközben a papa azt ígérte nekik, hogy a tyúk minden napra tojni fog legalább egy tojást, és ezzel igaz csak kezdetként, de a létfenntartásukat merőben új alapokra helyezhetik. Minden napra legalább egy tojás. A tojás, gyermekeim, a tojás nem más, mint megtermékenyített petesejt, magyarul zigóta, némi táplálékburokkal is, viszonylag erős, de azért feltörhető védelemmel körülvéve. Új középkor. Védelemre kell berendezkedni. Körkörös védelemre és önellátásra. A tojás egy kép, mely éppenséggel ezt a mi új középkorunkat festi le. A vékony héjon belül ott az óvott család. A tojást természetesen lehet enni nyersen is, magában. Az operaénekesek nyers tojássárgájához való vonzódása közismert. Azért ilyen esetben vigyázzunk a higiéniára, és persze arra is, hogy a tojás friss legyen. És bár a nyers tojásnak számos előnye van, például gazdagabb vitaminokban, azért leginkább hőkezelve szokás fogyasztani. A tojás ebből a szempontból is kettős természetű, míg a fehérje nagyjából 15%-os fehérje tartalmú oldatnak tekinthető, a sárgája finom eloszlású alkotórészek homogén elegye, apró zsírcseppek, festékanyagok, ásványi összetevők, vitaminok és egyéb finomságok keverednek benne a vizes fehérje oldattal. Annyi biztos, hogy a tojás fehérje már 62-65 Celsius fokon többé-kevésbé szilárd formában kicsapódik, amit rögvest megláthatunk, ha lepattintjuk a héját, vagy egyszerűen rápillantunk a serpenyőre. A sárgája ehhez képest magasabb hőmérsékleten kezd el szilárdulni, hála eltérő szerkezetének és összetételének. Ezért tudunk félig lágy tojást készíteni. A sárgája túlfőzés nyomán hajlamos megzöldülni, ám ettől sem kell megijedni, pusztán a tojás kén és vas tartalmú összetevőinek reakcióját mutatja. Ettől ugyan nem lesz rosszabb ízű, de a túlfőzött tojás fehérje tartalmának minősége már nem az igazi. A tojás sárgája összetételét tekintve is a természet kivételes adománya. Na persze, hiszen az embrió táplálására rendeltetett. Vitamin tartalma egészen kivételes. D-vitamint például kevés más élelmiszer tartalmaz, pláne ilyen mennyiségben. De A, E és K vitaminokból sem állunk rosszul, ha tojást teszünk. Fehérje természetesen a sárgájában is van, de itt összpontosul a tojás zsírtartalma, amely vegyesen telített és telítetlen zsírsavak glicerinésztereiből áll. Csak hogy ez a megáltalkodott tyúk semmiféle hajlandóságot nem mutat a tojás termelésre. Hiába szórtam elé mindenféle magvakat. Tyúkszarra igen, tojásra nem. Ráadásul azt a nem tojó tyúkot se megfogni, se odébb rakni, következésképp levágni és megenni se lehetett. A létezése ketté vágta a konyhát. Nem csupán fizikai értelemben, meghiúsítva azt, hogy anya eljuthasson a konyha ablakhoz, de az időben is, a tyúk előtti és a tyúkkal együtt töltött korokra. Hát miként lesz ebből a gazdasági válságot leküzdő önélelmezés? Azok a szép régi békés tyúk nélküli délutánok. Azok a kárállásmentes hajnalok. Azok a kotyogás nélküli éjszakák. Papa újabb rovátkát húzott az ajtó félfa tetejére, miután elégedetten bólogatva megmérte a folyamatosan növekvő unokáját. Újabb létrafok, újabb lépcső. Határ a csillagoség. Psst. Én egyszer megcsókoltam Kádár Jánost is. Ki az a Kádár János?
A társbérletben, a Sadovoje Calzón, a hatalmas ház 8. emeletén Dásáé és Ludáé volt az első szoba a bejárattól számítva. És persze ők is a közös fürdőszobát, konyhát használhatták. A konyhában 4 tűzhely sorakozott a fal mellett, 1 gázrózsa jutott 1 családra. Noha össze se lehetett hasonlítani ezeket a körülményeket és ezt az életet azzal a 3 szobás lakással, ahol addig Zimmermannnal éltek, Dása nem is gondolt ilyesmire, vagy ha gondolt, annak nem adta semmi jelét. Nem látszott rajta kétely vagy szomorúság. Ilyen volt a természete. Szerette a kényelmet és a szép holmikat, szerette a fényt és az előkelőséget. Ám ha felgyűlt benne az indulat és a fejébe vett valamit, attól nemigen lehetett eltántorítani. Nem érdekelték se nehézségek, se akadályok. Nem befolyásolhatta semmi szenvedés, melyet akár a saját, akár a lánya fejére zúdított. Összeszorította a száját, és senki nem hallhatott akár csak egyetlen egy panaszos szót se tőle. Ősz elején, egyszer csak egy este, egy fiatal férfi jelent meg Kaminskijék lakásában. Anyjára Dása barátnőjére hivatkozott, mint az ő kedves és régi ismerősére. Közvetlennek tűnt és magabiztosnak, és hamarosan közölte azt is, hogy Dását, anyja barátnőjét szeretné megismerni. Kiderült az is, hogy a kereskedelmi és élelmiszeripari minisztériumban dolgozik, és Nikolaj Ivanovics Szmeckojnak hívták. Vidám és kedves ember volt. Dásának hamar meg is tetszett, még az se zavarta, hogy a férfi egy percig se titkolta, hogy feleséget keres. Többet akarna barátságnál. Az már csak ráadás volt, hogy Szmeckojnak volt egy szép önálló lakása a Gorki park mellett, és amikor összekötötték az életüket, Dása és Luda oda költözhettek hozzá. Az anyja vitte Ludát, ő pedig vitte a hosszú hajú babáját. Szmeckoj vidámsága és közvetlen barátságos természete első látásra sokakban keltette azt a képzetet, hogy talán az életet könnyedén kezelő, könnyelmű férfi lehet. Hatalmas termetű, erős ember volt, aki már csak a méretei okán, s persze a vele született kedvességével is, önmagához képest szinte mindenkit kicsinek látott. Úgy szólította az idegeneket és a gyerekeket is, picikém. Maljutka. Ráadásul a hideg idő beálltával egy földig érő irdatlan bundát hordott. Abban aztán tényleg olyan volt, mint egy barátságos nagy darab medve. Nem csoda, hogy a házbéli gyerekek nem is szólították másként, mint Maljutka bácsinak. Neki pedig tényleg mindenkihez volt egy kedves szava. Ellentétben apuskával, aki folyton a dolgok mélyére akart volna ásni, a folyamatok mögött rejtőzködő okokat és szerkezeteket kutatta, s úgy érezte, meg kell értenie, mi történik körülötte. Szmeckoj az érzéseire hallgatott, és szinte soha nem is tévedett. Luda már nagyon hamar az összeköltözésük után kicsi idővel papának szólította, pedig erre sem az anyja, se Szmeckoj nem szólította fel. Egyszerűen örömöt adott így hívni őt. Örömöt és biztonságot, amit tőle kaptak. Szmeckoj már az odaköltözés után kevés idővel nagyon határozottan közölte Dásával, hogy nem helyén való egy gyereket elszakítani a vér szerinti apjától. Dása azonban kijelentette, hogy eljött onnan és elhozta a lányát is, és nem akar engedni abból, hogy apuska még látni se láthassa soha többé. A vége az lett a vitának, hogy Szmeckoj a maga mosolygós ám annál határozottabb módján kész helyzet elé állította Dását. Egy szombaton elvitte Ludát a Ruszakovszkájára, becsengetett a 6. emeleti lakásba, és közölte, hogy másnap, vasárnap jön majd érte. Apuska tenyerébe nyomta a kislány kezét, könnyedén biccentett a meglepetéstől szóhoz se jutó nagyanyának, majd kisétált a még mindig nyitva maradt ajtón. Szombatonként ő vitte el Ludát, s a következő alkalomtól vasárnap már apuska vitte vissza a Gorki parkhoz.
A két férfi olyannyira megkedvelte egymást, hogy aztán ezeknél a találkozásoknál le is ültek, beszélgettek, csendesen, mint két régi barát, és ez a csendességük Dását idővel megbékítette. Igaz, Borisz anyját és nővérét még akkor se akarta látni, de apuskát be kellett engedni a lakásukba, s nem lehetett nem látni, milyen boldog a lánya, ha apuska érkezik. Dása és Szmeckoly nem házasodtak össze hivatalosan. Nem is tehették volna, mert Dása még akkor se akart elválni apuskától. Pedig Szmeckolyt tényleg szerette. Hamarosan gyermekük is született. Lúda 7 éves volt, amikor az öccse Ruszlán 1937-ben megérkezett a családba. A névadásához Szmeckoly ragaszkodott, ő ugyanis annyira szerette Puskint. Egész strófákat tudott könyv nélkül idézni tőle, s kijelentette, ha lányok születik, akkor Zenfira lesz a neve, ha pedig fiú, akkor csak is Ruszlán lehet. A legendás szerelmes után. Bevallja, hogy ellenforradal már? Mióta tart az összeesküvés? Milyen merényletet tervezett? Kik voltak a cinkosai? Apuskát egyenesen a Ljubljankába vitték, és még aznap délután kihallgatták. Apuska nem is vitatkozott. Azonnal elvállalt és aláírt mindent, még azt is, hogy a Kreml felrobbantását és Sztálin meggyilkolását tervezték. Úgy gondolta, ha magára vállalja akár a legsúlyosabb vádakat is, azzal rontani már nem ronthat a helyzetén, viszont felgyorsítja a tárgyalását és megmentheti Dását és a családját. Ez volt akkor már az egyetlen, amit remélhetett, és ott a végső ítélet árnyékában nem magára gondolt, hanem a feleségére és a gyerekére. Úgy is lett, ahogyan számította. A gyors vallomástétel után azonnal megfosztották a rangjától és a beosztásától. Megkapta a halálbüntetését. Az ítélet után a síralomházba tették. Minden nap várta a kivégzését. Egy szűk cellában raboskodott, még a kicsi kémlelő ablak is le volt meszelve vastagon, hogy ne lehessen kilátni rajta, és ne lehessen lekaparni sem. Úgy ismerte már a falak repedéseit ott a folytonos félhomályban is, mintha a tenyerének a vonalait nézte volna. A lélek képes lehet arra, hogy elképzelje önmagát test nélkül. De egy test soha nem gondolhat úgy magára, hogy nincsen benne lélek. Úgy is mindig csak a jelen való idő van. Nem a múltból törekszünk a jövő felé, nem a jövőből süppedünk az elmúlóba, csak az van, ami a mostani pillanat. Ha valaki a világ állapotát akarja felmérni, csak a megfelelő vonalzó és a szükséges idő kell hozzá, ha az elszállás megvan. A matematikus két kérdése a miért és a hogyan. Ez a két kíváncsiság van folytonosan vele. Összekapaszkodnak. Az egyik kérdés húzza a másikat, s a másik lögdösi előre az egyiket. A gyűlölet ránk keményedik, mint a megszilárduló szurok. Ugyanaz a két nyomozó állt a cella ajtóban, mint akik az egyetemről elvitték. A puska állva fogadta őket, felemelt fejjel. Alig látott valamit a fénytől, úgy elszokott már a szeme a világosságtól. Nem bántották, nem is kiabáltak vele. Csendesen parancsolták meg, hogy induljon, menjen belük. Odaszóltak csupán, mint akik az utcán beszélgetnek. De nem az udvar vagy az akasztófa alá vitték, hanem egy végtelenül hosszú folyosón végig kanyarogva beültették egy lefüggönyözött ablakú fekete autóba. Apuska nem is tudta, mennyi ideig mentek, noha néha az volt az érzése, mintha körbe-körbe járna az autó. Még akkor se fogta fel, hogy mi történik vele, amikor már Beria előtt állt, a rettegett NKVD vezető irodájában. Érezte a bútortisztító krém illatát, Beria cigarettájának a füstjét. Látta a zöld posztó bolyhait az íróasztalon. Bámulta a szőnyeg virágmintáit, a lámpabúrák rajzolatát.
az árnyékokat, melyekben a szőnyeg és a búrák találkoztak. Percekig tartott, amíg megismerte az NKDV vezetőjét a fényképekről, melyeket hónapokkal korábban az újságban látott. Üljön le! Ezt maga írta? Mi volna a teendő a szovjet iparral és hadiparral, ha az országot egy külső támadás érné? Igen, én írtam. Na végre. Már az összes börtönt felkutattuk, hogy megtaláljuk. És azt is le tudná írni, hogy mi volna a teendő, ha Németország megtámadná a Szovjetuniót? Ha megtámadná? Igen. Ha megtámadná. Hogy mit kellene csinálni akkor? Igen. Le tudnám írni, igen. Na, akkor írja le, amilyen gyorsan csak tudja. Így szerzett tudomást apuska arról, hogy az országban háború van, s hogy a németek megtámadták a Szovjetuniót. Mit kellene csinálnunk az iparunkkal, ha például Németország megtámadná a Szovjetuniót? Mit kellene csinálni? Apuska még a tanulmányát írta, amikor Szmeckojt is letartóztatták és elvitték. Az egyik élelmiszeripari gyárban ugyanis, mely Szmeckoj felügyelete alá tartozott, valamilyen termelési fennakadás volt, ő pedig keresett egy embert, aki alkalmasnak mutatkozott a munkára. Meg is találta. A munkatársai és barátai hiába figyelmeztették, hogy az illető korábban a Fehér Gárda tisztje volt, neki csak az számított, hogy jó szakember, megfelel a feladatra. Végül ez lett az ürügy, amellyel letartóztatták és elvitték. Ő viszont egészen másként viselkedett a börtönben, mint apuska. Apuska, aki soha nem volt kommunista, nem szegült ellene a pártnak, azonnal elvállalt mindent. Szmeckoj viszont, aki hithű forradalmár volt, egy jottányit sem engedett sem a meggyőződéséből, sem az igazából. Hiába fenyegették, és hiába hivatkoztak a nép és az ország érdekére. Őt akármennyire is ütötték, verték, soha nem volt hajlandó elismerni semmit a neki szegezett és koholt bűnökből. Talán jól is tette, még ha szörnyű veréseket kapott is, mert azokat a gyerekeket, akiknek a Ljubljankában eltűntek a szülei, mind beutalták különböző nevelőintézetekbe, árvaházakba, és még a nevüket is meg kellett változtatniuk, hogy végleg elszakadjanak a múltjuktól és a családjuktól. És semmi kétség, ez a sors várt volna Ludára és az öccsére Ruszlára is. Luda mostohapja nem csak nem írt alá semmit, de minden egyes alkalommal, amikor bevitték a kihallgatásra és meglátta a falon a kötelező Sztálin képet, nem törődött a következményekkel, azonnal felkapta a keze ügyébe eső széket és hozzávágta. Nem érdekelte, hogy véresre verték, nem tört meg akkor sem. A végén már a kihallgató tisztek közül az egyik emberségesebb szólt is neki, amikor belépett, hogy nyugalom, ebben a szobában nincsen kép, nem kell a széket csapdosni. Mivel mindvégig kitartott, nem tett vallomást, melyet felhasználhattak volna ellene, végül nem börtönbe került, hanem munkaszolgálatra ítélték. Persze ez már a háború alatt volt, és az is számított, hogy a munkaszolgálatos századokba kellett az ember, és az odaküldés nem sokban különbözött a kivégzéstől. Jó ideig fegyver nélkül kellett szolgálniuk. Aknamentesítéssel foglalkoztak, ami többé-kevésbé nem is jelentett egyebet, mint hogy előre küldték őket a hadtest előtt, tapossák ki a nyomvonalat, és robbanjanak fel, ha aknára találnak. Aztán, amikor már nagy szükség volt rá, kaptak fegyvert is, hogy azzal harcoljanak. Luda iskolába járt már, amikor egy este felébresztette őt és az öccsét anya. Felrázta mindkettőjüket. Gyertek, most nem lehet aludni. Kitört a háború. Kimentek az utcára, szólt a tölcséres hangszórókból Sztálin beszéde. Kitört a háború. Elvtársak, polgárok, testvérek,
hadseregünk és hajóhadunk katonái, hozzátok fordulok, barátaim. Ott álltak hárman a ház előtt, fogták egymás kezét. Szmeckojnak egy fiatal belorusz tiszt volt a parancsnoka a büntető századnál, aki az együtt töltött idő során egyre inkább megkedvelte őt, sokat beszélgetett vele. Tőle érkezett aztán az a levél egy év múltán, amelyből Dásáék megtudhatták, hogy Szmeckoj elesett a fronton. Dása, aki nem volt a hivatalos felesége a fia apjának, hivatalos értesítést nem kaphatott a haláláról. A belorusz leveléből tudta csak meg a hírt. Tűzharc közben hősi halált halt. A kommunista, a született forradalmár, akit nem ítéltek halálra, meghalt a fronton, a büntető században. Apuska pedig, az arisztokrata, akit halálra ítéltek, megmenekült a halált. Ezt is lehet majd folytatni legközelebb. Elhangzott Szívlekvár, Kőrösi Zoltán regényének rádióváltozata. Harmadik rész. Szereplők: narrátor Epres Attila, papa Hegedűs D. Géza, anya Tímár Éva, apa Újvári Zoltán, Sándorka Ágoston Péter, kihallgató tiszt 1 Tóth József, kihallgató tiszt 2 Mészáros Béla, apuska Kaszás Gergő, Beria Ember Márk, Dása Takács Katalin. A felvételt Drobek Attila készítette, zenei szerkesztő Hortobágyi László, dramaturg Percelen Nikő, rendezte Csizmadia Tibor. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szívlekvár, Kőrösi Zoltán regényének rádióváltozata. Negyedik rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Apuskának, amikor vállalta, hogy megírja Beriáéknak a szükséges tervezetet az ipar mobilizációjáról, áttelepítéséről, és aztán néhány hét alatt el is végezte a feladatot precízen, cserébe a halál büntetését 20 évre mérsékelték. Ez volt a jutalma. A síralomházba már nem kellett visszamennie, egy katonai börtönbe került. Előbb Moszkvában raboskodott, aztán, ahogy a németek közeledtek Moszkvához, Tomszkba, Szibériába vitték. Amikor a front közeledett Moszkvához, Dása a gyárral együtt a fővárosban maradt, de Ruszlánt és Ludát, akár csak a gyerekek, öregek és dolgozni nem tudók többségét evakuálták az Urál keleti oldalára, Szverdlovszkba, a hajdani Jekatyerinburgba. Ruszlán kivételesen szép fiú volt. Dásától örökölte az éles, erős vonásait, viszont az anyja fekete sűrű haját nem. Szőke, világos szemű, fehérbőrű fiúcska volt, akire jól esett már ránézni is. 1941. októbere volt, és ugyan a 9 éves Lúda sajnálta, hogy el kellett szakadnia az anyjától és az iskolájától. De annak nagyon is örült, hogy ellentétben Moszkvával, ahol hiába dühöngött, német nyelvre osztották be, hát legalább itt, Szverdlovszkban, német helyett angolt oktattak.
Nem, mintha amúgy a tanulással baja lett volna, sőt, kifejezetten szerette. Mindegy volt, akár Moszkvában, akár máshogy van. Szerette magát az iskolát, az egyenruhát, a fehér kötényt. Élvezte az órákat, minden tárgyat. Az iskola után elment az óvodába, játszott és foglalkozott a gyerekekkel, és ezért cserébe minden nap kapott egy zsemlét. Abból, amit a kicsik is kaptak a teához. A háborús fejadak szerint a gyerekeknek a 12 éves korig napi 40 deka kenyér járt. Azoknak a felnőtteknek, akik nem dolgoztak, napi 30 deka fejadag juthatott, mint ahogyan a 12 és 18 év közöttiek is ennyit kaphattak. Ők voltak az eltartottak. Izsgyivenci, így nevezték őket. Nekik a rendszer úgy szabta meg a részüket, hogy a lehető legkevesebb élelmiszer menjen kárba. Éppen csak elég legyen a lét fenntartásához. Reggel, az ébredés, mosdás után Lúda az iskolába sietett, aztán az óvodába, a kicsikkel való foglalkozásra, és onnan átment a másik csoporthoz Ruszlánért. És aztán kézen fogva együtt ballagtak haza a kollégiumba. Ha járt a villamos, beálltak a hátsó üveghez, onnan néztek vissza a sínekre. Ruszlán szerette a kerekeket. Órákig is el tudta volna nézni, hogyan forog egy ventilátor, miként csattog a villamos. Ha fáradt volt, vagy nyűgös, vagy fázott, és már nem volt kedve gyalogolni, akkor Lúda énekelt neki. Gyorsan száguló hűs patak partján, ülök némán, és elnézem én. 44-ben, amikor a németeket már kiverték az országból, a leningrádi csata után megengedték a Moszkvában dolgozóknak, hogy a családjuk visszatérjen a városba. Addig Lúdáék 3 éven át nem is látták az anyjuk. Most azonban 44 elején, még a hideg télben, Dása megkapta az engedélyt, hogy visszamehessenek a fővárosba. Lúda, aki akkor volt 12 éves, kezdte megérteni, hogy ugyan Szverdlovszkban, a kollégiumban sem volt könnyű az élet, de mindaz nyugalom és béke volt ahhoz képest, ami Moszkvában menet fogadta őket. A nélkülözésből egyszerében ténylegesen a háborúba cseppentek. A hadsereg a várostól 60 kilométerre körgyűrűt húzott, már ott mindenkit ellenőriztek. Hova megy, mit akar? És aztán a pályaudvaron is megnézték a papírokat, még a vonaton, a kiszállás előtt. Szmeckoly lakására persze nem számíthattak. Azt már régen elvették a nép ellenségétől. Így Dása, Luda és Ruszlán visszaköltöztek a Szadovoje Kalcóra, ugyanabba a társbéletbe, ahol a háború előtt a 8 szobában 36-an éltek. Még 3 évig laktak ott. A vége felé járt már a háború, amikor újra hírt kaptak apuskáról, és megtudhatták, hogy él, nem végezték ki. Visszahelyezték irodástúl, kutatóintézetestül Leningrádba. A Kreszti nevű híres keresztalapú cári börtönbe vitték őket. Ott már a háború után látogatni is lehetett, igaz, évente csak egyszer. És Luda akkor is csak titokban tehette, mert Dása annyira félt, hogy nem akarta elengedni. Ludát viszont nem tarthatta vissza semmi. Annyira szerette volna már látni apuskát. 1945-ben, amikor vége lett a nagy háborúnak, apuska már 51 éves volt, és a legszebb éveit, az igazi férfikorát a börtönben töltötte el. De akármennyire is megjárta a síralomházat, a Tomszki börtönt, akármennyire is kilátástalan volt, hogy valaha is újra szabad ember legyen, a fogság és a szenvedés nem tudta kiölni belőle sem a kíváncsiságát, sem a tanítási kedvét, és talán ezzel függött össze, hogy nem tudta megkoptatni apuska férfi új vonzerejét sem. Ezt mi sem mutatta jobban, mint hogy Leningrádban, a börtönben összeismerkedett egy nővel, aki nem csupán KGB-s volt, de kifejezetten azért küldték a Krestibe, hogy figyelje a rabokat, felügyelje őket.
Ám apuskának lehetett már valamilyen híre, mert ezt a nőt a szolgálata megkezdése előtt külön is figyelmeztették, hogy az egyik elítélttel nagyon vigyázzon, ugyanis valamiként az összes nő, aki eddig kapcsolatba került vele, akár börtönalkalmazott volt, akár KGB-s, mind beleszeretett. Olyannyira egymásba szerelmesedtek apuskával, hogy amikor apuska büntetését előbb egy kérvény hatására 10 évre mérsékelték, majd amikor vége lett a leningrádi fogságnak, nem egyszerűen elengedték, hanem örök száműzetésre ítélték, akkor egy pillanatnyi kétségük se volt afelől, hogy a KGB-s nő oda is követni fogja. Apuskát Kazahsztánba küldték, Dzseszkazgan városába, ahol egy hatalmas rézbányászati és feldolgozó kombinát működött. A rézkombinátban olyan nagy volt a szakember hiány, és a bánya vezetői annyira megörültek egy hozzáértő mérnöknek és matematikusnak, hogy azonnal főmérnök helyettest csinált a kapuskából. Kényelmes 3 szobás lakást adtak neki, és úgy fogadták, mint a soha nem is vártak volna mást. 20 év után apuskának akkor lett megint önálló lakása, akkor érezhette újra embernek magát. Sok mindent képzelt Kazahsztánról, a száműzetésről, rézbányáról és a titkolózásról, de hogy így alakul a sorsa, azt nem is álmodta volna. Hogy belőle a halálra ítéltből itt egyszerében a hatalmas kombinát egyik vezetője lesz. Valósággal megfiatalodott ebben az új életben, mintha csak újra 40 évessé vált volna. Amikor lezajlott a párt 20. kongresszusa, a KGB-s nő szólt apuskának, hogy Borisz Nikolajevics megváltozott a világ. Megkezdődtek a rehabilitációk, írjon maga is egy kérvényt Moszkvába. A rehabilitációval azonnal visszaköltöztek Moszkvába. Menni akartak, hiszen addig nem mehettek. A hatóság még azt is megkérdezte apuskától, hogy van-e hol laknia. Ő pedig mondta, hogy igen, van lakása. Nem gondolt arra, hogy azt a szép Ruszakovszkaján lévő lakást addigra már belakta a nővére fia családjával, mind a 2 szobát, és nagyon nem örülnek annak, hogy esetleg a nagyobbik szobát vissza kell adniuk. A nővére férje meghalt a fronton, és a háború alatt elment, nem bírta az éhezést a hajdani Schilling báróné, apuska anyja sem. Így ők éltek abban a lakásban. Luda nagynénje, az ő fia és a menye, és egy gyerekük. Az alkóvos nagyszoba volt, amelybe aztán apuskáik visszaköltöztek, mert persze azok után, hogy kevélyen nyugtázta, hogy van lakása, máshová már nem tudtak menni. S bár a nővérék igazán nem akadályozhatták meg a költözést, még ha örömet sem kellett mutatniuk, cserébe viszont felelevenítették azt a hagyományt, hogy azonnal utálni és gyűlölni kezdték apuska feleségét, épp úgy, ahogyan egykoron Dásával tették. Még hogy egy volt KGB-ssel, pártaggal barátkozzanak, egy volt börtönőrrel, miatta kuporogjanak most egy szobában? Hozzá se szóltak, elkerülték, ha látták. Annyira elmérgesedett aztán a viszony, rövid időn belül olyan tarthatatlanná vált a helyzet, hogy apuskáiknak másik hely után kellett nézniük. Szerencsére apuska élettársának még a leningrádi életéből megmaradt a 2 szobás lakása, így aztán elhatározták magukat, hagyták Moszkvát, és oda költöztek. Apa, hát te itt vagy? Halkabban, kisunokám. Nem akarom, hogy apádék is hallják. Mostanában valahogy nem igazán szeretik, ha eljövök hozzád. Mostanában ők nem szeretnek semmit. Tudom én, ezért kell segíteni nekik, hogy megtanulják, minek akarnak örülni. Például itt vannak ezek az óraütések, ugye? Itt vannak, papa. De milyen óraütések? Meg az esőcseppek, meg a szívdobbanások, mármint a te szíved dobbanásai, Sándorkám.
és a csontok roppanásai, az inak pendülései. A konyhába már alig mernek kimenni. Anya azt mondja, még be se lép a konyha ajtón, de tudja, hogy az a tyúk már őt figyeli a sárga szemével. Ébresztő! Luda, Ruszlán, ébresztő! Gyertek, gyertek, keljetek, gyerekek, siessetek, menjünk ünnepelni, vége van! Vége van! Vége van a háborúnak! Gyertek, gyertek, siessünk! Az emberek egymásra nevettek, megölelték egymást, vagy csak egymáshoz értek, hogy érezzék a másik testét. Tangóharmonikák és gitárok szóltak itt is, ott is, de a hangjukat elnyomta a kiabálás, a nevetés, ami aztán átcsapott éneklésbe, az éneklés pedig ölelkezésbe és kiabálásba. Persze, ez a boldogság, ez a mindent magába olvasztó eufória folytatódott aztán másnap az iskolában is, sőt, minden nap olyan volt, mintha ünnepeltek volna az emberek, csak úgy, külön ok nélkül is. Egymásra nevettek, még a sorban állásoknál is, ahol máskor olyan mogorbán méregették a többieket, most mosolyogva szólították meg egymást. Kár, hogy a boldogságnak éppen úgy vannak megszokásai és hétköznapjai, mint a boldogtalanságnak vagy a szenvedésnek. És még nagyobb kár, hogy a háború vége boldogságot ugyan hozott, de könnyebbséget a mindennapi életben nem igen. Így kezdődött Ludáék háború utáni élete. Luda 17 éves múlt az érettségi idején. Jelentkezett a moszkvai Lomonoszov Egyetem tanári karára, orosz-angol szakra. De oda nem vették fel, amikor elolvasták, kifélék, mifélék a szülei, különösképpen a börtönviselt, száműzött apuska. Viszont akkor nyílt meg egy főiskola, ahol az újdonságnak számító szerkesztő kiadói szak indult. Nem is szólt anyának, elküldte nekik is a papírt, és oda egy felvételi megbeszélés után azonnal felvették. Ugyanabba az épületbe jártak, mint a tanári szakos egyetemisták. Megint az a bizonyos nagy orosz rendetlenség sietett a segítségére. Tanárnak nem volt eléggé megbízható, de arra, hogy a könyveket szerkessze, amiből aztán tanárok és diákok is tanulni fognak, arra minden kétség nélkül megfelelt. Szerencséje volt abban is, hogy ezen az újonnan indított szakon velük együtt tanultak a könyvillusztrátorok, festők is, mert tőlük nem csak sokat tanulhatott a képzőművészetről, de valamiként a kíváncsiságuk és a szabadságuk is visszahatott az oktatásukra. Másodéves volt, amikor, mintha valami váratlan csoda érkezett volna. A legnagyobb dolog megtörtént velük. Bár a legjobb dolgok mindig is így érkeznek. Máshonnan is máskor, mint ahogyan az ember remélné. Akarod, szeretnéd, bízol benne. De ahogy múlnak a napok, fogy benned a hit is. És amikor aztán már lemondtál róla, nem is gondolsz talán rá, akkor csak úgy, szinte mellékesen, egyszer csak bekövetkezik, amit annyira vártál. Bekövetkezik, mert akárhogy is, nem lehet más. Egy saját lakás, saját konyhával, saját fürdőszobával, saját előszobával, el se hiszem. Végre elköltözhetünk. Ott hagyhatjuk a felmosás és takarítási ellenőrzéseket, a vitákat, a kölcsönbe kért gázrózsákat és a konyhában pusmogó vénasszonyokat, az éjszakai konyhai tanulásokat, a közös vécét és a fürdőszobai beosztást. A társbérlők zaját és szagát, a 8. emeleti lakás valamennyi szobáját. Egy kis teherautóra könnyedén felfért minden holmiuk. Onnantól csak hárman voltak. Anya, Ruszlán és Luda. Hárman. Micsoda más világ. Egyetemisták voltak, egy újjászületett és győztes nemzedék voltak. Maga az újjászületett és győztes ország. Egy diadalmas birodalom reménységei,
egy világrendé, ami örült a saját létezésének, és ezt fennhangon hirdette is. És ez az öröm dacára minden sebnek áthatotta a hétköznapjaikat. Nem volt olyan délután, hogy ne sportoltak volna, vagy ha éppen nem futottak, atletizáltak, akkor meccsekre jártak, szurkoltak, kiaváltak, tapsoltak, buzdították a többieket, a csapatokat. Ha valami, hát a sport mutatta meg a legérthetőbben, miként valósulhat meg a gyakorlás és akarat révén az áhított új rep. Szerették egymást, hiszen egy cél felé meneteltek, és szerették egymást, mert a testük is azt akarta. Vagyis hát akarta volna. A szovjet erkölcsiség, amiről olyan sokat beszéltek, nagyon is tisztelte a szerelmet. Két önálló ember tiszta és nemes akaratát, ahogy mondták, az akaratukat arra, hogy összetartozzanak. Ám azt nem nézte volna senki jó szemmel, mi több, azt el se lehetett képzelni, hogy egy fiú és egy lány csak úgy kézen fogva andalogni, nyílt színen csókolózni, ölelkezni merjen. Hiszen ezek oly szemérem sértő, s következésképp elképzelhetetlen kihágásoknak számítottak, hogy a jó érzésű emberek nem is gondoltak ilyesmire. Még hogy csókolózni. Ebben a nagy erkölcsiségben az volt a legkülönösebb, hogy még szerelmes párnak lenni számtalan akadályba ütközött, addig összeházasodni a világ legegyszerűbb esete volt. Ugyanis, ha a két felnőtt, nagykorú ember úgy akarta, elég volt csak nyitvatartási időben besétálniuk a hivatalba, aláírni a papírt, hip-hop, 10 perc, és onnantól már házastársaknak számítottak. Ország és világ, ember és erkölcs előtt. Nem mintha Rudának ez járt volna az eszébe, illetve dehogy nem. Ez járt, csak éppen nem így. Luda eszében akkor egyedül és kizárólag Leonard járt. Leonard az a férfi, akit apuska révén még gimnazista korában éppen az érettségi előtt ismert meg. Leonard 15 évvel volt idősebb nála. Apuskával ült egy börtönben Leningrádban. Őt egyetemistaként vitték el, és tényleg úgy, mint a viccben mondják, amikor a cellában beszélgetnek a rabok, és megkérdezik mindenkitől, mi a bűne, hány évet kapott, és mondja valaki, hogy ő ártatlan, és 10 évet kapott, mire a válasz, az nem lehet, bátyuska, az ártatlanok 5-öt szoktak kapni. Apuska, aki látta, hogy ezeket a fiúkat még tanítani, segíteni, oktatni kell, hát maga köré gyűjtötte őket. Szabályos egyetemi előadásokat tartott nekik a szabadidőben. Egyszerre volt a tanáruk és az apa pótlékuk is. Amikor a háborúnak vége lett, Leonardot kiengedték a börtönből, de ott maradt tovább dolgozni a fegyvergyártásban, a civil oldalon. Leningrádban volt a mérnöki iroda, de a minisztérium Moszkvában. És amikor Leonard Moszkvába ment, minden alkalommal meglátogatta apuskáék Russzakovszkaján levő lakását, ahol Luda is gyakran időzött. Így ismerkedtek meg egymással. Beszélgettek. Luda kérdezgette őt a börtönbeli életről, apuskáról. Az egyik ilyen alkalommal arra kanyarodott a beszélgetés, hogy egy távoli rokon, egy fiatal lány férjhez ment egy nálánál 15 évvel idősebb férfihoz. 18 évesen? Egy 15 évvel idősebb emberhez? Hát hogyan tehet ilyet? Hiszen ez a férfi már 33 éves. Az már egy öreg ember. Luda látta Leonard vérvörösre változott arcát, összehúzott szemét. A férfi lehajtotta a fejét, és bármilyen magas volt, most ott ültőhelyéből úgy nézett föl Ludára, mint aki segítséget kér, mint egy kisfiú, aki elszégyelte magát.
Luda pedig egy pillanat alatt megértette, hogy ott ül ez a férfi, 15 évvel idősebb, mint ő, 33 éves, és azért jár oda, Moszkvába, a Ruszakovszkájába, mert számára apuska legalább annyit jelent, mint a családja. Azért jár oda, mert apuskáról hozhat híreket, mert megismerheti a pótapja családját, és segíthet nekik, s legfőképpen azért jár oda, mert ott van ő, Luda, az apuska lánya. Ő pedig azt kiabálta, hogy 18 éves lány nem is gondolhat egy 33 éves férfira. Fölugrott és kiszaladt a szobából. De mire kiért volna a folyosóra, már ömleni kezdtek a könnyei. Nem is tudott visszamenni. Ott várta ki a konyhából nyíló kis fürdőszobában kucorogva, míg hallotta, hogy Leonard elment. Becsukódott mögötte az ajtó. Ezt is lehet majd folytatni legközelebb. Elhangzott Szívlekvár, Kőrösi Zoltán regényének rádió változata. Negyedik rész. Szereplők: Papa Hegedűs D. Géza, Luda Bozó Andrea, Sándorka Ágoston Péter, Dása Takács Katalin. A felvételt Drobek Attila készítette, zenei szerkesztő Hortobágyi László, dramaturg Percelennikő, rendezte Csizmadia Tibor. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szívlekvár, Kőrösi Zoltán regényének rádióváltozata. 5. rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Amikor Leonard a legközelebb Moszkvába jött, akkor már együtt mentek el Ludával sétálni a Gorki parkba, s onnantól minden egyes alkalommal, ha a férfi ott járt, együtt mentek múzeumokba, kiállításokra, koncertekre. Luda fülig szerelmes volt, nem is tudott másra gondolni, csak Leonardra. Ő pedig legfeljebb nagyon illedelmesen megfogta a könyökét, hogy felsegítse a buszra, vagy megérintette a vállát a metrón, szó se lehetett semmi egyébről. Beszéltek szerelemről és házasságról, szépen, sorra, pontról pontra eltervezték az egész életüket, de az fel sem merülhetett, hogy csókolózzanak. Lesz egy dácsánk Leningrád mellett. Meg lesz egy Erdel terrier kutyánk. Én már kicsikoromban állatszelídítő akartam lenni. Lesz, Ludmilla Borisovna, lesz. És sokat sétálunk, olvasunk, zenét hallgatunk. Boldogok leszünk. Nézzem, milyen éveket rajzolnak az ágak. Mintha árnyékokat vetnének a levelek. Leonard lefényképezett egy szobrot, mert azt mondja, olyan a nyaka karcsúsága, mint Ludáé. Nézték a Moszkva vizét, a fényeket, tudták, hogy most már mindörökké egymáshoz tartoznak, de azért a kezük nem fogta meg a másik kezét. Nem is tegezték egymást. Úgy beszéltek az életükről és az egymás iránti elköteleződésükről, hogy a magázáson soha nem változtattak. Ha Leonard nem utazhatott Moszkvába, akkor leveleket írt Ludának. Minden levél egy-egy újabb vallomás, minden vallomás egy műalkotás. Minden papírlapra egy-egy kis akvarelt is festett, utcarészleteket, ahol jártak, a parkot, ahol beszélgettek.
Verseket küldött, idézeteket, címeket, hogy Luda mit olvasson el. A jó versekben az erősebb élet érinti meg az embert. Valami olyan sűrűség, mely több a szavaknál, és több a ritmusnál is. Bölcsesség, amiben az emberek idéződnek meg a szavak által, nem pedig a megjegyzett mondatok. Tudja, Luda? Most már tudom, Leonard. Csak nem egy éve tartott már a szerelmük. Luda az első évet fejezte be az egyetemen, amikor az országban mindenütt kezdték megint összeszedni azokat, akiket a háború végén kiengedtek a börtönből. Sor került Leonardra is. Saraszkára vitték, északra, Jakutföldre, a világ leghidegebb városába, a 30 évvel ezelőtt alapított Norilszkba. Luda egy levelet kapott tőle, hogy nem jön, hogy ne is várja, mert már ott van a félszigeten, mínusz 30 fokban. Levelet írhat és kaphat is, írjon, ha van kedve és ereje. Írjon, Ludmilla Borisovna. Leonard, egyetlenem. Már utána néztem. Van Norilszkban egy olyan főiskola, ahol tanárképzés folyik. Meg is érdeklődtem, hogy folytathatnám-e ott a tanulmányaimat. Sőt, micsoda öröm, megérkezett a válasz, hogy igen. 3 hét se telt el, amikor Luda kapott Leonardtól egy újabb levelet. Most nem volt benne festmény, nem volt benne vers sem, csak néhány sor. Fegyelmezetten. Leonard szép, szálkás betűivel. Luda, egyetlenem. Mindenkinél jobban szeretem. Maga volt a szerelmem, és a húgom is egy szemében. Meg kell, hogy értsen engem, maga okos lány. Itt, Norilszkban találtam magamnak egy asszonyt, egy hozzám illő nőt, és most már bizonyosan tudom, hogy vele akarom leélni az életemet. Jó így nekem, jó ebben a szerelemben, jobb, ha maga megérti ezt. Gondoljon majd rám szeretettel, és ne felejtse el a sétáinkat, ne felejtse a verseinket. Ne felejtsen el engem sem. Ne írjon nekem leveleket. Jobb lesz azok nélkül. Szeretettel, Leonard. Volt. Így írta. Múlt időben. Jobban szeretett mindenkinél, de ennek most már vége. Mint egy testvér, aki távolra költözött. Tehát egy testvér nem írja azt, hogy levelet sem akar látni tőle. Egy testvér nem írhatja azt, hogy látni sem akar. Egy testvér nem üzenheti, hogy nem a testvérem többé. Így történt, hogy az első fiúnak, Igornak, aki megkérte a kezét, Luda azonnal igent mondott. Miért ne? Ha olyan nagyon akarja, nekem már úgyis mindegy. Igor gépészhallgató volt, 7 évvel idősebb Ludánál, de még nem végzett ő sem, hiszen kint harcolt a fronton, kihagyott éveket. Az ő apját is letartóztatták, meg is halt a börtönben, még a háború előtt. Az anyja meg a gulágon raboskodott. Igor nagyon akarta, hogy összeházasodjanak. Szerelmes volt, és nagyon féltékeny. Sem néznie, sem mosolyognia nem lehetett másra. Igor teljesen is kétely nélkül csak is magának akarta. Magának szőröstül bőröstül. Bementek Igorral kettesben a hivatalba, mondták, hogy össze akarnak házasodni, aláírták a papírt, nem is kellett semmi más, már is házasoknak nyilvánították őket. Ludának mindegy volt, nem gondolt a házasságról semmit. Mint a teste se az ő teste lett volna. Úgy történtek vele a dolgok, mintha mozivásznon nézte volna az egészet, kívülről, az előcsarnok ajtajából. Igaz, csak néhány hónapja írták alá a papírt, és éppen moziba mentek Igorral. Ültek a kékes fényben. Ránézett oldalról Igor. Az nem lehet, hogy mostantól csak vele kell élnem az életemet.
Éppen, mint ahogyan Anna Karenina ránézett a férje fülére, és rájött, hogy lehetetlenség szeretni azt az embert. Nem volt pedig Igorral semmi baja, hiszen még annyi közese volt hozzá, hogy baja lehessen. Viszont teljes bizonyossággal megérezte, hogy nem ő lesz az, aki hozzá fog tartozni. Nem lehet ő, akivel le fogja élni az életét. Akkoriban az volt a rend, hogy aki végzett az egyetemen, azt központi elszámolással beosztották és elküldték 3 évre dolgozni valahová. Nem kérdeztek semmit, csak beosztották, hogy ki hova megy, és persze se fellebbezni, se tiltakozni nem lehetett. Amikor Igor végzett, Kijevbe küldték, egy repülőgépgyártással foglalkozó üzembe. Ott kellett mérnökként munkába állnia. Nem telt bele egy hónap, hogy elment, Luda megírta neki a levelet, hogy váljanak el. Se kételj, se sajnálat, de még csak lelki furdalás sem volt benne. Luda megírta apuskának is Kazahsztánba, hogy el akar válni Igortól. Ő pedig azt kérdezte tőle, miért döntött így? Csak úgy, minden ok nélkül. Luda, akkor tényleg el kell válnotok. Mert egy férfi szokott elválni csak úgy, különösebb ok nélkül. A nő az mindig valamilyen konkrét esemény okán, vagy valaki miatt akar válni. De ha te így vagy, ilyen ok nélkül akarsz kilépni, akkor azt az egyet biztosan lehet tudni, hogy nem szereted Igort. És akkor nem is tehetsz mást, mint hogy intézd el a válást, amint lehetséges. Hetek múltán már a nyár vége felé, aztán a hozzáértő ismerősök oktatták ki Ludát, mi a megoldás. Mit kell mondani a bíróság előtt? Előbb kérjen zárt bírósági tárgyalást, majd a zárt ajtók mögött mondja azt, hogy bármilyen fájdalmas is, a férje nem felel meg az ő szexuális igényeinek. És hogy ő sajnálja ezt a legjobban, de nincs mit tenni. Nem is firtatták tovább, bólintottak, kitöltötték a rubrikát, és elvált feleknek nyilvánították őket. Szegény Igor onnantól nem tehetett semmit. Nézett, csak pislogott értetlenül, de őt már meg se kérdezték. Visszautazott Kijevbe, és onnantól Luda soha többé nem látta, soha többé nem hallott róla. Luda úgy vetette bele magát a 3. tanévbe a régi életébe, mintha valami nem csak bágyasztó, de kissé szégyelni is való betegség után egyszerében újra kiléphetett volna az utcára, sétálni, nagyokat lélegezni, s persze eljárni mindenhová, meccsekre és koncertekre, moziba és az egyetemi táncklubba. Imádott táncolni, otthon a nagyobbik szobában gyakoroltak Ruszlánnal. Foxtrot és valzer, rock and roll, mindegy volt nekik. Oleg egy táncos klubban látta meg Ludát. Nagyon tetszett neki a lány. Folyton felkérte, kísérgette, sőt, kis idő múltán már hozzájuk a Donszkaja utcába is eljárt. Leonard eltűnt a jeges jakut földön. Azt hittem, velem úgysem történhet semmi jó, soha többé. De ilyen az ember természete. Oda se kell, hogy figyelj, az élet, ami benned van, úgyis erősebb nálad. Ha a test mozdul, akkor előbb-utóbb mozdulnak benne az érzések is, és észre se veszed talán, de szép lassan megpuhulsz. Hirtelen nem is érted, miért volt ez a végtelen szomorúság, mint az elillant füst, olyan a rossz kedv. Oleg egyszer egy késő este is ott ült náluk, és kijelentette, hogy ő bizony
nagyon nem szeretne hazamenni. Maradhatsz itt. Maradhatnál, de hát látod, csak egy ágy van az én szobámban. Így jöttek ők össze, és így történt meg a házasságkötés is, minden különösebb bonyodalom nélkül. Mintha valahol a barátság és a szerelem között állapodtak volna meg, természetesen és gyorsan. És így működött a kapcsolatuk is. Úgy lettek házasok, hogy Luda megint csak fel sem fogta igazán. Különben minden ugyanúgy folyt, a tanulás, az egyetemi élet is. Oleg apja a rádiónál dolgozott, felelős, komoly beosztásban. Hírszerkesztő volt. Sokkal jobb módúak voltak, mint Ludáék, még dácsájuk is volt Moszkva mellett. Oleg anyja, amikor megtudta, hogy Luda már elvált egyszer, mindenáron meg akarta akadályozni, hogy összeházasodjanak. Olegnek meg kellett harcolni a szüleivel. Pontosabban az anyja nagyon ellenkezett, az apját viszont nemigen érdekelte, hogy Luda ott van. Csak hogy Ludának meg Oleg apja nem tetszett. Már csak azért sem, mert egyszer Oleg anyja, amikor náluk volt, mutatott neki néhány nagyon szép és drága ékszert, aranygyűrűket és egy gyönyörű bundát is, melyeket Oleg apja a háborúból hozott haza. Mutogatta, mint valami családi örökséget. Mint valami öröklött kincseket, amelyre még büszke is lehet. Egyenként a gyűrűket, aranykarikákat, kövekkel. Luda látta a szemében az arany sárga csillogását. Amint kiléptek a lakásukból, nem tudta már magában tartani. Igaz, nem is akarta eltitkolni Oleg elől a véleményét. Rabolt az apád. Ugyanolyan tolvaj volt, mint akik itt vették el az emberek életét. Ott vannak a rabolt kincsek a szekrényetekben. Aztán beütött a baj. Oleg apja ugyanis meglehetősen durva ember volt, aki önteltségében gátlás nélkül mások előtt is fennhangon szitta a feleségét. Kint a verandán ebédeltek, ültek az asztalnál, és bármi került Oleg apja elé, az nem tetszett neki. Bármit tett a felesége, ő a legcsúnyább, legdurvább szavakat használta. Addig mondta, addig káromkodott, hogy Luda felugrott az asztal mellől, elfogta az anyjától örökölt igazi pulykaméreg, lekevert egy pofont annak a durva férfinak, aztán azonnyomban elszaladt a dácsából keresztül az erdőn. Szaladtak vele a nyírfák, és végig az út mentén. 2 kilométerre volt az állomás, Oleg már csak ott érte utol. Próbálta győzködni, beszélt hozzá, de Luda nem hallgatott rá. Soha többet nem akarom látni az apádat. Hogy gondolod ezt? Nem gondolom sehogy, hanem így lesz. De hiszen ő az apám. Elég baj az neked. Nem kellek ahhoz még én is. Neked az apád, nekem meg egy idegen. Egész éjjel nem aludtak. Oleg próbálta békíteni, de látnia kellett, ebből Luda nem enged. Reggel Oleg duzzogva összepakolt és hazaköltözött a szüleihez, ha már választania kell, így mutatta meg, hová tartozik. Menj csak, drágám, menj csak. Fontos, hogy az ember tudja, kikkel és merre tart. De persze, amit könnyen hagysz veszni, az hamar vissza is jön hozzád. 1 hét se telt vele, és Oleg már újra kopogtatott náluk, hozta táskáját, és úgy nézett Ludára, olyan kérlelően, mint egy hontalan kutya. Ő meg nem kérdezett tőle semmit, nem emlegette se az apját, se az anyját, csak kinyitotta az ajtót és a szekrényt is. Ott van az üres hely. Pakoljon vissza, ha akar. Mert hát azért örült annak is, hogy van valaki, aki ott szuszog mellette. Mindeközben különös dolgok történtek vele az egyetemen is. A 3. év befejeztével jelentkezett, hogy szerkesztői tanulmányokon kívül angol nyelvre szeretne járni, hiszen azt tanulta már a középiskolában is. Vagyis, hogy a szerkesztői ismereteken túl szeretett volna tanulni egyetemi szinten is valamilyen nyelvet, és természetesnek tűnt, hogy az angol lesz az. Csak hogy mint később kiderült,
A lektorátuson nem találták ahhoz eléggé megbízhatónak, hogy az imperialisták nyelvét tanulja, és elutasították a jelentkezését. Még hogy egy száműzött katonatiszt leánya tanuljon angolul, ezt felejts el! Hiába kérdezősködött, hiába próbált fellebbezni, folyton csak elutasítás volt a válasz. Végül megsajnált az egyik tanár, és félrehívta a lektorátus folyosóján. Miért akar maga annyira angol szakos lenni? A középiskolában is angolt tanultam, és a diplomához szeretnék egy nem szláv nyelvet. Hát, ha így van, akkor mondok magának egy jó ötletet. Tudja, hol van Magyarország? Nem. De az csak tudja, hogy ott magyarul beszélnek, nem? Hát igen, tudom. Azt hallottam a tanszéken, hogy egy hallgatónak lehetősége volna magyar nyelvet tanulni, ha jelentkezik. Magyar? Igen. Az is egy nyelv, és akkor azzal is bekerülhet. Hm? Luda elszaladt a könyvtárba, végigment a katalóguson, és kikért mindent, amit Magyarországról és a magyar nyelvről tudni lehetett. Akkor látta először Petőfi nevét, és akkor olvasott először arról, hol van Budapest. Olyan távol és valószerűtlen volt mindaz, amit talált erről a kicsi országról, mintha legendákat, meséket olvasott volna egy ködös, messzi világról. Fogta magát, kitöltötte a jelentkezést, és beírta, hogy a magyar nyelvet szeretné tanulni. Még alig-alig beszélt valamit magyarul, amikor már is felajánlották, hogy menjen tolmácsolni és idegeneket vezetni, ha van kedve, mert egyre másra érkeztek Moszkvába a csoportok Magyarországról. Orvosok és művészek, újságírók és tanárok, budapestiek és szegediek, mindenfélék. Megnéztek sorban minden látnivalót. Vitte őket busszal a Vöröstérre. Megnézték a Kremlt, és megnézték Lenint a mauzóleumában. Nem is csak Moszkvába kellett dolgozni, hanem rendre vidéken is, attól függően, hogy a küldöttségek milyen szakmából verbúválódtak. Így aztán gyakran előfordult, hogy a moszkvai városnézést Leningrádi követte, vagy valamelyik nagy gyárhoz utaztak el, 2-3 nap alatt tették meg az utat. Nem tetszik nekem ez a sok vonatozás. Megértelek. De azért azt te is látod, hogy a gyárban kapott fizetésedből és az én ösztöndíjamból nem igen tudunk mit csinálni. Kénytelen, kelletlen, ezt belátta Oleg is. Igaz, nem csak a távol léteiket nem szerette, hanem azt sem értette, hogy egy-egy ilyen csoport érkezése előtt Luda mindig beült az egyetemi könyvtárba. Utána nézett, mit lehet elolvasni, tudni arról a helyről, ahová mentek, és arról a helyről is, ahonnan ők, a magyarok érkeztek. Vagy hogy kik azok az emberek, akikkel együtt tölti majd az időt. Jó, de miért kell annyit a könyvtárban üldögélned? Lassan úgy élünk már egymás mellett, hogy alig találkozunk. Igaza is volt. Nem volt közöttük semmi gond, még csak veszekedés sem, de lassan egészen más lett az életük, és minél inkább így alakult, benne annál inkább nőtt a féltékenység. Annál többet kínoszta Ludát a kérdéseivel, aztán meg a hűséges és megbántott kutya tekintetével. Az első magyar csoportok egyikével történt, hogy elutaztak Kijevbe és Leningrádba is. A csoport tagja volt egy filmrendezőnek tanuló fotográfus is, aki a Budapesti Nemzeti Színház vezetőjének az asszisztense volt akkoriban, és nagyon szép fényképeket csinált Ludáról, fekete-fehér fotókat, árnyékokkal és fényekkel, éles vonásokkal, olyan szépeket, hogy azokon még ő is tetszett saját magának. De azért csak bedobta őket az asztalfiókba, annyi minden egyéb mellé. Egyébként ott hevertek Leonard régi levelei is. Miért is ne? Ki elöldugdosta volna őket? Egyszer aztán, amikor megint sokáig ült a könyvtárban, mégis arra érkezett haza, hogy Oleg nem csak megnézte azokat a fotókat, de széttépte Leonard régi leveleit is. Ott szemérmetlenkedtek az asztalon, szétszórva, mint valami bűnjel. Mint valami felvakart sebek. Hirtelen előbukkanva a felhúzott ruha alól. Miként tehet ilyet egy ember a másikkal? De Luda meg is szédült a felismerésbe.
Oleget ennyire kifordította magából az a néma szenvedés, melyet ő addig nem is ismert fel. Hogy miket élhetett át itt egyedül esténként, vagy éjszaka, amikor távol volt, hogy ilyenre vetemedett. Nem csak a megdöbbenés fájt, hanem az is, hogy ennyire nem gondolt arra, mit érezhet ő, miként szenvedhet önmagába zárva, a szülei nélkül is nélküle. Hogy a féltékenység, ami ennyire legyőzte őt, mit csinálhatott belőle, ha már arra is képes volt, hogy megalázza magát a fiókjában való turkálással, a levelek megsemmisítésével és azzal, hogy a bűnjeleket mégis meg kellett mutatnia itt az asztalon. Ezt is lehet majd folytatni legközelebb. Elhangzott Szívlekvár, Kőrösi Zoltán regényének rádióváltozata. 5. rész. Szereplők: Papa, Hegedűs D. Géza, Luda, Bozó Andrea, Apuska, Kaszás Gergő, Leonárd, Mészáros Béla, Oleg, Ember Márk, Tanár, Tóth József. A felvételt Drobek Attila készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László, dramaturg Percelennikő, rendezte Csizmadia Tibor. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.